A kávéházi rendezvút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégünket is, vendégemet, Buzás Ági cukrászmestert. Isten hozott, szia! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. A szakmádról természetesen, hát miért is ne, a cukrászmesterségről, meg hát róla fogunk beszélgetni, egészen pontosan a kettőt össze fogjuk kapcsolni, hogy hogyan is keveredtél te, hogyan is lettél te cukrászmester, mit jelent számodra ez a szakma, milyen sikereid vannak, milyen terveid. Na de hát akkor kezdjük azt, hogy hogyan keveredtél a keverőkanál közelébe, honnan indult az, hogy te cukrász legyél? Ez egy elég régi történet, egészen pontosan kislánykoromban indult, amikor a nyári szüneteket a nagymamámnál töltöttem a konyhában természetesen, sütöttünk, főztünk, ott már megismerkedtem a konyha világával, úgymond az eszközökkel, segítettem mindenben, amiben én úgy kislányként tudtam. És hát szerintem ez hagyott bennem a legmélyebb nyomot. Aztán úgy a későbbiekben, ahogy iskolás lettem, meg pályaválasztásra került a sor, akkor végül is a szüleim terelgettek. Tehát nem volt ez egy tudatos döntés, hogy én most akkor már pedig cukrász leszek, csak úgy szerettem sütögetni, szerettem a konyhába lenni. Anyukám is úgy gondolta, hogy ez lehet egy kreatív szakma, hogy majd tudok benne fejlődni. És hát így kerültem én a szekszárdi vendéglátóipari szakmunkásképzőbe, a cukrász osztályba, ahol 1995. júniusában végeztem, majd ugye 20 évre rá, 2020-ban szereztem meg a mestercímet. No, de kanyarodjunk vissza a nagymamának a konyhájába. Ugye azt szokták mondani, sőt, hogyha az ember a gasztronómiával kapcsolatos bármilyen cukrászat, sütés, főzés, bármi, ha a gasztronómiával kapcsolatos műsorokat néz, vagy akár mesterszakácsokkal, mesterséfekkel, vagy cukrászmesterekkel, mint veled is beszélget, életük egyik legmeghatározóbb pontja a család. A családban valaki, akinek a sütést, főzést köszönhetik, és akkor ebben benne van minden. Így a fakanál illata, a kockás terítő, ez nálad is megvan? Megvolt, abszolút. Hát ez a mamám konyhája. Minden, ami... Tessék? Mesélj a mamát konyhájáról, akkor milyen Puha. Klasszikus régi konyha, régi konyhabútorral, kis icipici sütővel, egy asztal, gyúródeszka. A gyúródeszka alá volt mindig betéve a sodrófa, annak ott meg volt csinálva a helye. Tökéletesen hozzáfértem én is mindig, amikor szerettem volna. És hát az illatok, az bocsi. Ennyire? Hogy még most is a könnyek? Aha. Emlékszel arra, amikor megszólított? Amikor azt mondta, gyere kislányom, és menjünk, és... Hát ezt így ennyire konkrétan nem. Hanem egyszer csak oda keveredtél. Hát én úgy ott voltam mindig. Egy házban éltünk, ez egy két generációs családi ház, Tolnán. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És az első felébe éltünk mi a szüleimmel, a hátsó felébe a mamáik laktak. És hát ugye így mi tulajdonképpen mindig együtt voltunk. A kertben is, az utcán is, a mamám varónő volt. Mikor hozzájöttek a vendégek próbálni, akkor én is ott voltam, ott figyeltem, hogy mi történik, hogy beszél a vendégeivel. És így olyan érdekes, mert ezt... Nemrég jöttem rá, hogy pont ezeket a dolgokat vettem át tőle. Tehát én ma szinte ugyanazt csinálom, csak a tortákkal, sütikkel, mint a mama a varrással és a ruhákkal, ruhakészítéssel, amit csinált. Én nekem is ugyanúgy otthon van a műhelyem, a háznál, mint ahogy ő vart annó. És akkor téged is jellemez ez a közvetlenség? Abszolút. Én úgy érzem, igen, hogy ezt így nagyon, nagyon jó példa volt nekem az, hogy ő mindenkivel kedves volt. Lehet, hogy pont egy olyan vendég jött hozzá, aki kicsit úgy, hogy is fejezzem ki magam, többet várt volna el, vagy nem is tudom, hát olyan érdekesebb személyiség volt, és mégis ő mindig a végtelenségig kedves volt hozzá. Nem veszítette úgy el a türelmét, nem vitatkozott senkivel, hanem inkább akkor ő ezt így. Emlékszel arra, hogy mit sütöttél vele először? Vagy te magad mit sütöttél? Úgyhogy akkor ő már mondjuk egy lépést hátrébb lépett? Hú,
ugye anno a kis klasszikus sütik, hájas tésztából a lekváros bukta, mi ilyeneket sütöttünk anno. De ugye amikor szülinapok voltak, akkor például grillás tortát sütött, amikor a piskotába bele volt sütve a diógrillás karamellkrémmel, ez nekem úgy nagyon beégett. Ha ennyi mindent kaptál a nagymamától, akkor elképzelhetem úgy is, hogy mondjuk otthon még megvannak a nagyi receptjei? Abszolút. Aranyba öntve, vagy mondjuk egy svájci trezorban őrizve? Azért aranyba öntve nem, de bekeretezve megvannak a mama receptjei, igen. Ja, hát is a kávéfánk. A kávéfánk volt, ami kedvenc sütünk. Annak a receptje is megvan a mai napig. Úgyhogy én ezeket őrzöm, a kis habverőjét, a centiét, igaz, hogy az inkább a varázshoz kapcsolódott, de én is mérek. És olyankor azt használom, az ő kopott centiét. Beszélgessünk most magáról a szakmáról. Ugye mondtad, hogy 2020-ban lett meg a mestervizsgád, 1995-ben végeztél. Mi történt a két időszak között, a két periódus között? Ugye elvégeztem az iskolát, én utána közvetlenül elmentem dolgozni, itt Szekszárdon egy tradicionális cukrászdában. Na hát ott szembesültem vele, hogy mi is a szakma úgy igazából, ott belettünk dobva a mély vízbe, tehát ott ilyen 15-6-7-8 órás műszakok voltak, kőkemény termelés. Hát ebben úgy hamar elfáradsz és kiégsz, főleg 19 évesen kis nátszálvékony 48 kilós lányként ezt így nehéz volt végigcsinálni, nem is bírtam túl sokáig. És akkor átkerültem Tolnára egy másik cukrászdába, ahol már a pultba is voltam, műhelybe is voltam, termeltem is. Úgyhogy meg tudtam tapasztalni minden fázisát. Tehát a készítéstől, igazából az anyagbeszerzés is, mert hogy mi írtuk össze azt, hogy mi az, amiből rendelni kell, miből van, tehát ezt így számon tartottuk, hogy mi a készlet. És ugye hát a vendégekkel is a pultban kommunikálni kellett. Úgyhogy szerencsére... Hogyan képzeljem el én, mint laikus, vagy akár a kedves néző, hogyan képzelje el, hogy a 19 éves lány szó szerint bekerül a nagyüzembe? Mit jelent egy városi cukrászdai nagyüzem, amikor tényleg ezerféle választék, ilyen süti, olyan süti, kemény, puha, habos, színes, szagos, illatos, mellette ugye van szülinap is, névnap is, nagymama szülinapja, stb., tehát még oda is gyártani. Hogy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk 16-18 órákat kell nektek dolgozni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy felkelsz 3 órakor, vagy 3 óra 20-kor, nem tudom, hogy elérd a 4-20-as buszt, hajnalba, télen, nyáron, hóba, fagyba volt, hogy én törtem az ónos eső után a friss hóra ráesett ónos esőn a jeget, hogy be tudjak menni dolgozni, mert hogy 5-re jártam akkor még ide Szekszárdra, és hát 5-kor indult a munka, aminek reggel még nem láttad a végét. Tehát ott nem munkaidő van, hanem nyilván amíg a napi munka nincs befejezve, nincs kész az a torta, amiért lehet, hogy 2 óra múlva jönnek, vagy másnap reggel, addig nincs vége a napnak. És hát igen, a termelés része. Tehát ott oda kell állni az asztalhoz, ott nincs az, hogy majd más megcsinálja helyettem. Tehát... És nem égtél ki? Nem gondoltad azt egy percig, hogy te úristen, milyen szakmát választottam, Jézusom? De már tanulókoromban is volt egy ilyen, hogy úristen, tehát mikor tényleg nyakig koszos vagy, mert koszos leszel, hát úgy koszos, hogy krémmel ezzel-azzal összekened magad, meg tanulókoromban volt, hogy egész nap pléket mosogattunk, tehát ezeket a nagy 70x40-es fekete pléket képzeld el, ezt úgy hívták, ez volt a fekete mosogató. Mi ott volt, hogy reggeltől nap végéig mosogattunk a jó kis hipós vízbe, ultrával. Tehát persze, hogy volt olyan, hogy azt mondtam, hogy úristen, mit keresek én itt? És mi tartott ott, hogy továbbra is keres? Sőt, ha nem is magában a két említett cukrászdában, mi tartott a szakmában? Igazából talán az, hogy mi arra voltunk nevelve, hogy ha valamit elkezdesz, akkor azt csináld végig. És nekem ezek után sem fordult meg az a fejembe, hogy én feladom, és mondjuk elmegyek eladónak, mert hogy úgy gondoltam esetleg, hogy az egyszerű. Tehát nekem ez így nem volt opció. Elkezdtem, akkor befejezem.
aztán majd utána valahogy lesz. Hát elkezdtem dolgozni ugye suli után. Jó néhány év kellett, hogy rájöjjek arra, hogy én ezt nem akarom csinálni. Akkor volt, hogy szakmát is váltottam egyébként egy időre. Tehát mi lettél? Én mellette tanultam, elvégeztem a gimnáziumot, leérettségiztem, akkor non-profit ügyintéző képzésre jártunk, akkor még ilyenek voltak, üzletvezető képzésre, tehát mindig könyvelő mellett voltam, adminisztrációs munkát végeztem. És mi terelt vissza? Hát ott jöttem rá, hogy nem csinálok semmit, nem hozok létre semmit gyakorlatilag, tehát hogy napvégén nem tudom megmutatni, hogy mit csináltam. Hiányzott az alkotás. Az az érzés, mikor alkotsz, létrehozol valamit, amit átadsz, és annak mondjuk egy ünnepelt nagyon-nagyon tud örülni. És mondjuk és a tőled veszi át úgy, hogy már egyénileg dolgozol, nem egy nagy cukrászdában, hanem akkor... Már a cukrászdákban is kaptam visszajelzést, hogy mennyire örültek otthon a tortának. Tehát ott nem közvetlen volt ez meg, mert nem én adtam át. Én hátul voltam a műhelybe, de lehet, hogy összefutottunk a Spárba a bevásárlás közben, és mondta, hogy láttam, hogy ez a te munkád volt, ezt te csináltad, és hogy mekkora örömet szereztél vele a kisfiamnak. Mert megismerték már akkor a kezem munkáját. Akkor rakjuk össze, bocsánat, szabadovág, rakjuk össze egy picit az eseményeket. Okay. Majd megszakadsz, először mint gyakornok, aztán mint végzett cukrász. Utána annyira majd megszakadsz, hogy szakmát váltasz, és átmész egy könyvelőirodába, de ugye ott azt mondod, hogy kvázi nem csinálsz semmit. Aztán utána visszatérsz ebbe a szakmába, hogy megint csinálhass valamit, és akkor már az egyéni úton indulsz el? Vagy az még egy kicsi cukrászda volt, igen, és közben jelent meg az, hogy tulajdonképpen egy kényszerhelyzet volt ez, mert hogy bezárt az a cukrászda, ahol mi dolgoztunk, bezárt decemberben, és hát úgy volt, hogy csak március-áprilisban fog kinyitni. Hát mondom, most én addig mit csinálok két gyerekkel magam mellett, hát... És az volt az a pont, persze addigra már fejben megszületett, hogy mi az irány, hogy én egyszer önállóan szeretnék dolgozni, de az volt az a pont, amikor a tettek mezejére kellett lépni és cselekedni kellett, és igenis megcsinálni a műhelyt, engedélyek, stb., hogy én ezt egymagam tudjam csinálni. És szerencsére sikerült is ezt így. Mi volt az első tortád? Vagy süteményed, bármi is. Kicsit leragadtam a tortáknál, mert igen, az a fő profil. Az a védjegyed, igen. Akkoriban még nagyon-nagyon mentek a formatorták. Tehát mondjuk egy ilyen Mickey Egeres torta, vagy ilyesmi? Mickey Egerek, katicák, aha. Tűzoltóautó, akkor lánybucsura, legénybucsura, különböző torták, és ha jól emlékszem, akkor így vállalkozóként valami olyasmi, egy ilyen, vagy 18. szülinap volt, vagy legénybúcsú, nem tudom már, hogy mi volt az ünnep, de hogy egy ilyen női test nyaktól combig. És mi volt az a pont, vagy melyik süti volt az a pont, ahol azt mondtad, hogy igen, vállalkozóként is van keresni valam a szakmában. A magam ura vagyok, a magam főnöke vagyok, magamnak töröm a jeget, a hó alatt, és most megjöttem. Mi volt az a pont? Ez a testtorta, vagy ez szépen lassan formálódott? Nem volt így. Ezt a pontot így nem tudnám kiemelni. Tehát én, mivel elhatároztam azt, hogy belekezdek, nekem ez már ott megvolt, hogy elkezdem csinálni. Még nem tudom, hogy mi lesz, de én heti 10 tortát tűztem ki célul. Na, ez lett volna egyébként a kérdésem, ezért csak van egy kockás füzete az embernek, és akkor egyre több, és egyre több, és egyre több, tehát így, nyilván, hogy... Nyilván, igen. És a heti 10 helyett a mennyi lett? A heti 10-et tűztem ki, fú. Fú. Ennyire, hogy fú. Az jó. Hát a max az, na jó, az egy ilyen ballagásos időszak volt, ott szimpla tortákat kell elképzelni, maximum volt közötte egy-két emeletes, meg lehet, hogy volt formatorta is még közötte, ott ballagás, de az a 40 torta volt, és az nagyon sok volt. Nem vettem észre, hogy már a harmadik lapot írom tele.
Ennyire. Mert volt az az időszak, mikor mindent elvállaltam, mert éreztem azt az energiát, hogy én meg tudom ezt csinálni. Persze ez is változik. Igen, gondolom, ezt úgy tudom elképzelni, mondom úgy, hogy nem vagyok vállalkozó, és nem sütök süteményt, meg tortát, szóval a konkurenciát sem leszek, hogy azok az energiák megmaradnak, csak okosabban osztod be. Uh-huh, így van. Jól gondolom. Így van. Nem mindegy, hogy megcsinálsz 40 darab különböző díszítésű tortát, vagy dolgozol mondjuk 2 vagy 3 esküvőre, teljesen más. Ott 2-3 felé kell fókuszálni a fejedben, a 40 tortánál 40 felé, mert mindegyikre más kell, mindegyik más alkalom, más díszítés, stb. Ebbe úgy szét lehet esni egy idő után. Tehát ez iszonyatosan sok fejben is, és ugye hát azt még meg is kell csinálni készre. Nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtál, sok minden érdekességet mondtál eddig. Ami nekem megakadt, az, hogy ugye akkor még divat volt a formatorta. Nagyon-nagyon sokan elfelejtik, hogy a gasztronómiában is ugyanolyan komoly trendek vannak, mint mondjuk a divatban, a ruházkodásban, igen, öltözködés, mondjuk még egy házban is, egy lakberendezésben is divatok vannak. Milyen sűrűn formálódik a divat, mondjuk magában a gasztronómiában, így a cukrászatban, és neked kötelességed-e lekövetni? És ha leköveted, azzal elvész-e az egyéniséged? Hát ez érdekes. Igazából szerintem folyamatosan változik, folyamatosan jelennek meg újabb és újabb dolgok. Én próbáltam ezt mindig úgy lekövetni, hogy meglegyen benne az én stílusom. Az a letisztult, kifinomult, precíz, tehát hogy én mindig nagyon ügyelek arra, hogy a tortának a külseje is abba hiba ne legyen, tehát az egyenes legyen, függőleges, vízszintes, tehát az élek merőlegesek, tehát az ne legyen ferde. Szóval, hogy ezekre ügyelni, a színvilágra, tehát bele tudod vinni saját magad, de mégis egy trendi tortát készítesz ezáltal. Nyilván az ünnepeltre is figyelni kell, hogy mi az ő stílusa. Hiszen ő a megrendelő például, hiszen ő a megrendelő, az ő rokonsága, családja. Így van. Lehet, hogy az éppen nem egyezik az én stílusommal, amit képviselek, de viszont ezek azok a feladatok, amik meg kicsit kizökkentenek a megszokottól. Tehát én örülök, ha néha kell csinálnom egy feketét, bár azt szeretem éppen. De hogyha egy hófehér torta például kék virágokkal, hát ezt így magamtól biztos, hogy soha nem csinálnám meg. Mert? Annyira kontrasztos? Nem tudom, nekem a kék virág az kicsit idegen, de számtalanszor készítettem egyébként. Amikor elkészül, tetszik, csak magamtól nem csinálnám meg. És mi az, amire azt mondod cukrászmesterként, vagy mestercukrászként, hogy na ne, ezt ne, tényleg. Tehát amikor meg kell fogni egy kicsit a partnert, hogy oké, hogy fekete tortára mondjuk nem teszünk citromsárga, bármit, most lehet rossz példát mondok, mi az, ami szakmailag úgy neked sem fér bele, hogy ebből te sem tanulsz. Erre te sem mondod azt, hogy ebből nekem jó engedni, mert aha, akkor ezáltal én is egy picit fejlődöm. Mi az, amin azt mondod, hogy zene állj? Egyetlen egy példa volt pályafutásom során, amire azt mondtam, hogy én ezzel nem tudok azonosulni, és nem csinálom meg. Mikor olyan tortát szerettek volna a kisgyereknek, aminek a közepéből ugrott ki egy katona a gépfegyverrel a kezébe. Egy kisgyereknek? Egy kisgyereknek. Szabad tudni, hogy hány éves volt? Hát nem tudom, mert szerintem odáig nem is jutottam el. Én itt lefagytam. Tehát nem elég, hogy azt mondtad, hogy egy kicsit finomítsunk rajta, nem csináltam meg. Nem, ne haragudjatok, mondtam, én ezzel nem tudok azonosulni, ezt nem tudom elkészíteni. Igen, ez elég. Hát ez nagyon, nagyon szélsőséges volt nekem. Egyébként pedig aranyosak a vendégeim, bíznak az ízlésemben, és nem szoktak olyan nagyon irreális dolgokat kérni szerintem. Ugye aki ismer, az tudja rólad, hogy te nagyon-nagyon sokat dolgozol esküvőkön. Igen. És azt is tudja rólad, hogy nem szeleteled te magad a tortáidat. Tettetek egy kivételt, amikor a pároddal egy ilyen toronymagas tortát megmásztál, és azt mondtad, hogy hát ezt már nem várhatod el a ifjú feleségtől, ifjú férjtől, de azért említettem én most az esküvőket, nem is ezt az ominózus nagy tortát, mert van neked egy díjad, igen, amit az esküvő
esküvői szolgáltatók szavaztak meg neked elképesztően nagy arányjal. Erről, hogyha egy pár gondolatot megosztanál velünk. Igen, ez tavaly novemberben volt a Hungarian Wedding Award, amin ugye jelölt lettem. Majd ugye a gálán kihirdették a végeredményt, hogy hát nyertesként kimehettem átvenni a díjamat. Hát ez egy nagyon, nagyon jó érzés volt. Tehát úgy éreztem, hogy itt az elmúlt 29 év az most úgy valahogy értelmet nyert. Rengeteg belefektetett energia és munka van benne, tehát nem csak az utolsó pár év, mikor én bekerültem abba az esküvői körbe, ahol a nagyon magas színvonalon dolgozó szolgáltatók vannak, hanem ezt megelőzte tényleg az elmúlt 29 év. Én mindig ezt elmondom, hogy nekem ebben annyi van benne. Igen, nekem pont ezt tetszik, amikor úgy utána olvasgattam az életutadnak. Nyilván ezt nem tudtam, most csak tőled tudom. Fogalmazhatnék úgy is, nincs fönt a honlapodon, hogy 17-8 évesen te már a fekete mosiban mosogattad az edényeket, igen. De azért ennek íve van. Íve van. És ez látszik, hogy ennek íve van. Igen, igen. Tehát én azt mondom, hogy aki ennek csak a szép részébe csöppen bele, vagy egy-két év alatt szeretne befutni hatalmas karriert ebben a szakmában, az nem tudom, szerintem ők nem, tehát tartósan biztos, hogy nem marad a pályán. Mert ehhez, hogy most itt legyek, ehhez igenis kellett az, hogy én tudjam azt, hogy ez a szakma, ez gyakorlatilag mi. Ez nem csak arról szól, hogy rakosgatjuk a virágokat, megdíszítgetünk, hanem igen, ez a fekete mosogatóban eltöltött napok is. Meg a, és az egyéb. Kettő zár kérdésem van, a hátország, ott van mögötted, a család támogat. Említetted, hogy vannak gyerekeid. Igen. Igen, van két lányom. Családi vállalkozás lett ez? Egyikötök itt, másikotok amott? Is, igen. Vannak ilyen alkalmak, fogalmazzunk úgy. Ez nem állandó, de hogyha szükségem van segítségre, akkor beugranak. Bár most a kisebbik lányom, aki beugrós, mert a nagy lányomnak babája született, tehát én már nagymama vagyok. Gratulálunk. Köszönöm. Ezúton is. És hát a fiatalabbik lányom, ő cukrász tanuló is. Akkor marad valaki az önavonal. Reméljük, hát majd meglátjuk, mert azért lehet, hogy ő is kicsit másképp gondolta ezt a szakmát, mint ami ez valójában. De igen, a családomtól nagyon... De az édesanyja nagyon... ugyanezt gondolta, nem? Végül is igen. Tehát én sem így kezdtem anno, hanem idáig jutottam. És valóban a család támogatása az nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt nem tudnám úgy csinálni, hogyha hátulról azt kapom, hogy mikor végzel már, gyere már megint hova kell menni, stb. A párom, aki nekem a legnagyobb támaszom, segítségem lelkileg is, és abban is, hogy ott van velem minden egyes esküvőn, együtt visszük a tortákat, tudom azt, hogy biztonságban vagyok, tudom azt, hogy oda fogunk érni. Meg hogy az ember ránéz a mögötted lévő tortára, azért megcsinál. A szállítása is gondolom művészet. Igen, tehát nem lehet akárhogy vezetni, ő nagyon-nagyon-nagyon vigyáz rá, tehát tényleg minden kormánymozdulatot, fékezést hatszor meggondol egy másodperc alatt, hogy az úgy jó lesz-e. Úgyhogy nekem ő nagyon-nagyon nagy segítség. Most jön az árkérdésem. Ezek után lehet-e még az embernek valami álma? Gondolok itt bármire. Rózsaszín cipő, kék virágok nélkül, mert nem szereted a kéket. Vagy most bármire tényleg. Nagyobb műhely, több megrendelés, bármi. Lehet-e az embernek még egy szakmai siker? Vagy úgy vagy vele, hogy tényleg elejétől a végéig itt akkor elértél mindent? Nyilván a szakmai sikerekre mindig vágyik az ember szerintem. Nekem is megvannak még a titkos vágyaim szakmai sikerekben. Olyan nagyon nagy dolgok, hát nem tudom. Majd kiderül. Nagyon szépen köszönjük szépen, Ági. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig, hogy velünk tartottak, a kávéházi randevút látták. További jó tévézést, viszontlátásra!